Albert Camus, a magyarok vére. Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe. A nyugati világ szemelátára, amely nem takarékoskodnék sem tapsal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupa után. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Azok közé tartozom, akik úgy hiszik, Alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát. Nem több jogon, mint ahogyan az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukat. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön, és a mindenünnen támadó kiáltásainak visszhangjává elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bolykotját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge. Kívánom, hogy a magyar ellenállás maradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A legázolt, bilincsbevert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhulnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra de meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revidiálva a tévedéseinket, meg sokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban párhuzamosan az ellentmondás is halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet. Bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt. És ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztozunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. Mielőtt Camus-ről beszélnék, engedjék meg, hogy csak egyetlen 24 évvel ezelőtti eseményt elevenítsek fel ezelőtt nagyjából 24 évvel a Perlas felavadták felavatták a 56-os emlékművet, akkor még Magyarországon ilyen, ilyen nem volt. Már érkeztek Budapestről vendégek, ha jól emlékszem, ott volt Nagy Erzsébet, és ott találkoztam 35 év után hajdani tanárommal Hegedűs B. Andrással. Nos, a az ünnep, egyik ünnepi szónoklatot Mélai Tibor tartotta. Rendkívül érdekes volt, hogy a másikat az olasz kommunista párt egyik alelnöke. A, és miközben Mélai beszélt, hirtelen eltölt a deszka, amelyből a, az esztrádot ácsolták, és Mélai Tibor nagyjából melmagasságig elsüllyed. Akkor mi is nem tudtuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk és most utólag megértettem, hogy ennél szimbolikusabb aktus nem történhetett volna, akkor megtudhatok volna, hogy mi történik a következő 24 évben. <laughs> <laughs> Ennyire ennyi nem mehajjelikus. Nos, én ö, javasoltam, hogy ebben az évben Albert Camus-ről beszéljünk, részben azért, mert most száz éves, de azért is, mert minden Nyugati értelmiségi közül neki volt a legaktívabb, a legkiválóbb szerepe a magyar forradalom támogatásában. Négy témáról szeretnék röviden beszélni. Ez, hogy ki volt Albert Camus. A második, hogy mi volt a helyzet 1956-ban Franciaországban, milyen körülmények között történt, ami történt. Mi az Albert Camus 56 és 57-ben keletkezett írásainak a helye az ő életművében és a korabeli francia kultúrában is. Végül néhány szóval elemezni, az, amit, amit majd el fog hangzani Hegedűs a tolmácsolásában. Camus gyerekkorával annyit kell tudni, hogy egy autista és írástudatlan takarító nő fia volt, hadi álva, mert apja elesett az első világháborúban. Az apa figuráját egy gimnáziumi tanára helyettesítette, ő vette észre nagyon korán, hogy milyen kiválóan fogalmaz, és ő küldte egyetemre, majd az egyetem után az egyik francia nyelvű algéri napilaphoz. Közben egy ideig hivatásos futbalista is volt, ezzel kereste a tanulmányaihoz szükséges pénzt. És az első pillanattól kezdve, kamaszkolától kezdve nyilvánvaló volt, hogy egy teljesen független elméről van szó, aki senki más zászlaja alá nem hajlandó beállni. Egészen fiatalon, 19 évesen csatlakozott az Algéri Kommunista Párthoz, hangsúlyozom nem a francia, hanem az algéri kommunista párt, az annak ellenére, hogy Algéria akkor e, Francia megyének számított, pontosabban három, három megyének, e, de volt egy külön kommunista párt, aminek főleg arab tagjai voltak, Camus e, mint európai vált tagjává, mert ő Algéria függetlenségének híve volt akkor, 1932-ben. Két év után azután kiderült, hogy az aggéi kommunista párt célja nem a függetlenség, hanem a függőség. Egész pontosan, hogy Párizsnak és Párizson keresztül Moszkvának engedelmeskedjenek, amikor a Kominfon valamit elhatározottak, azt ők végrehajtották. Lényegében a függetlenség ellenfelei voltak. A poletel internacionalizmusra hivatkozva. Nos, Kamui a szabad gondolkodó nem egészen két évig bírta ki a háború alatt Franciaországban veket tüdőbeteg volt, és a tüdőbetegségét gyógyítani hajózott át a földközi tengeren, és a német megszállás következtében már nem tudott visszatérni. A Loal fensíkon egy kis faluban húzta meg magát, és on, ott két dolgot csinált, megírta a pestist, ami, amint tudják, a Vixinházban látható Hegedűs Géza előadásában, és az ellenállás egyik lapját szerkesztette, amely az első időkben csak sokszorosított és havonta egyszer-kétszer megjelenő lap volt, de már a felszabadulás előtt a háború utolsó hónapjában napi lap. Még, még, a német megszállás alatt is napilapként működött. Nos, amint említettem, Kámi szabad gondolkodó volt, nem lehet izmust a nevéhez kapcsolni, nyilvánvalóan nem volt marxista, még kevésbé marxista, leninista, de a hiedelmek ellentétben egzisztencialista sem volt. Ha valahova, akkor az abszurd iskolájához lehet sorolni, amelyik az inkább a háború után vált fontossá, az, az, életet, a saját életét a francia gyarmaton élő, az arabokkal gyakorlatilag egyformán szegény emberek életét tartotta Abszurd abszolútnak, és hogy a pestisben elhangzik, azon idekezett, hogy világi szenté váljon. Az ellenállás lapjának a címe Komba harcolt. volt. 1945 után ugye részt vett a, először az ügynölet ellenálló írók szövetségében, aztán a politikai életben, de nem csatlakozott semmiféle párthoz. Nem volt se, természetesen se kommunista, Se a kommunista párt társutasa, nem volt gólista sem, és cikkeiben, eszeiben megpróbált egyenlő távolságot tartani az Egyesült Államok és a Szovjetunió között ez nem volt népszerű, és főleg az értelmiségben nem volt népszerű álláspont. Ha minden állon jellemez, politikailag jellemezik, el, akkor azt mondanám, hogy a nem marxista baloldalnak volt az egyik vezető gondolkodója, és ezt a Komba című napilapot hosszú évekig, az 50-es évekig továbbra is szerkesztette. Most meghallgatjuk néhány nyilását, csak annyit mondanék, hogy Camus kívül két fontos alakja volt akkor a akkora francia szellemi politika, illetve Jean-Paul Sartre és Remo Aron. két tőle mindenben különböző egyéniség, de még később erre visszatérek. 1956. november válasz a magyar értelmiségnek. Az európai értelmiség kezdeményezése az ENSZ-ben. A sajtóban tegnap jelent meg a magyar írók megrázó felhívása a nyugat-európai értelmiséghez. Már sosem éreztem ennyire vészes tehetetlenségünket, mint most, mivel személyesen szólítottak meg, kötelességemnek érzem, hogy személyesen válaszoljak. Magyar testvéreink halálos szorongattatásukban bizonyára hisznek a francia írótársadalom egységes felháborodásában. De igazuk van. A szó nem elég, és nevetséges, ha csak a keresztre feszített Magyarország sorsát siratjuk. Az egész nemzetközi társadalom, amely hosszú évek tétlensége után hirtelen erőre kapva beavatkozott a közel-keleten Eltűri, hogy Magyarországot lemészárolják. Húsz évvel ezelőtt hagytuk, hogy a spanyol köztársaságot idegen katonák, idegen fegyverekkel eltiporják. E bátor viselkedés jutalma volt a második világháború. Az Egyesült Nemzetek gyengesége és megosztottsága lépésről lépésre a harmadik világháborúhoz vezet, amely már kopog is az ajtón. Kopogtat is be is jön, ha a világon nem érvényesül mindenütt a népeket és egyéneket védő nemzetközi törvény. Ezért hívom mindazokat, akik aláírták a november 7-i felhívást, a lázadás, a rettenetes bánat is, a szégyen helyett, közös fellépésre az Egyesült Nemzeteknél. A következő szöveget javaslom mely pontosítja követelésünket és felelősségünket. Az alábbi európai írók kérik, hogy a közgyűlés haladéktalanul tárgyalja meg a magyar nemzetet sújtó népírtást. Követelik, hogy minden ország foglaljon állást a nyilvánosság előtt, szavazzon a szovjet csapatok visszavonásáról, és az Egyesült Nemzetek rendelkezésére álló csapatok küldéséről, a foglyok és deportáltak szabadlábra helyezéséről, melyet a magyar nép akaratának szabad kinyilvánítása követ. Csak ilyen intézkedések alapozhatják meg az igazságos békét, amelyet minden nép, az orosz nép is kíván. Ha az Egyesült Nemzetek meghátrálnak kötelességük teljesítésétől, alulírottak nem csak az Egyesült Nemzeteket és ennek kulturális intézményeit bolykottálják, de minden alkalmat megragadnak, hogy a közvélemény színe előtt elítéljék tehetetlenségét. Arra kérik a főtitkárt, tolmácsolja az Egyesült Nemzetek képviselőinek álláspontjukat, mely nem értelmetlen zsarolási kísérlet, hanem felelősségünk fájdalmas felismerése és aggódó lázadás egy hős és szabad nép mártírsorsa ellen. Kívánom, hogy ezt a szöveget írja alá mindenki, akit a magyar írók megszólítottak. Szégyellem, de ennyit tehetünk legyilkolt testvéreinkért. Véget vetni a mészárlásnak, és világgá kiáltani, hogy gyenge vagy kegyetlen kormányaink mellett, a diktatúrák függönyén túl, a baloldali mozgalmak és hagyományos eszmék drámai csődjének ellenére. Létezik az igazságért és szabadságért egyesülő, minden zsarnoksággal szembeszegülő valódi Európa. A harcoló magyarok tömege ezért az Európáért esik el ma is. Nekünk, akik még szabadok vagyunk, kötelességünk minden nap megújítani hűségünket és hitünket, eljuttatni olyan messzire, amennyire lehet a Budapesti felhívást. 1956. november 23. -a. üzenet a francia fiataloknak Magyarországért. Sajnálom, hogy nem fogadhatom el szíves meghívásukat. Ennek ellenére meghatottak érveik és rokon szembük. De a nyilvános szerepléstől való iszonyon kívül képtelen vagyok eleget tenni a felkéréseknek, amelyek mindenfelől is egyszerre érkeznek egy szabad íróhoz. Más meghívásokat visszautasítva nehezen tehetek eleget az önökének. Végül, amennyire csak lehet, az európai írók által az ENSZ intézett felhívást szeretném eredményessé tenni, amelyet én kezdeményeztem de semmiképpen sem szeretnék hiányozni keddesti összejövetülükről, mivel fiatal közönséghez szólnak, talán elmondhatják nekik, amit én mondtam volna, ha ott lehettem volna, és amit az alábbiakban összefoglalok. Az egyetlen dolog, amit nyilvánosan kijelenthetek, miután húsz éve veszek részt, közvetlenül vagy közvetve véres történelmünkben, hogy a legfőbb érték, az utolsó kincs, amiért érdemes élni és harcolni, a szabadság marad. Nemzedékem tagjai húsz évesek voltak, amikor Hitler hatalomra jutott, és elkezdődtek a moszkvai perek. Tíz évig kellett küzdenünk a hitleri zsarnokság, és az ezt támogató jobboldaliak ellen. Ezután tíz esztendeig tartott harcunk a sztálini zsarnokság és baloldali védelmezőinek okoskodása ellen. Ma a sorozatos árulások és rágalmak ellenére, amelyeket értelmiségiek minden oldalról elkövettek, a szabadság elsősorban a Szabadság marad életcélunk. Megvallom, az elmúlt években kétségbe estem a szabadság ügye miatt, akiknek kötelessége volt védeni, elárulták. Az írástudók a néma nép előtt rátapostak. Attól tartottam, végleg kimúlik. Korunk becstelensége mindent elönt. De a magyar fiatalság, mint Spanyolország, Franciaország is, minden ország fiatalsága ma megmutatta, hogy nem így van. Soha semmi nem oldhatja ki az emberek vágyát, hogy tisztességben és szabadon éljenek. Ne feledjék, soha, sehol. És ha hajlandók bármit őszintén megvitatni, soha ne fogadják el, hogy a szellem, az egyén, a nemzet szabadsága Vita tárgyává váljon, akár időlegesen, akár egyetlen percre sem. Most már felismerhetik, hogyha a szellemed bilincsbe verik, a munkát kényszer munkává teszik. Az íróra szájkosarat kötnek, a munkást elnyomják. Ha a nemzet rab, a szocializmus senkit sem szabadít fel mindenkit szolgává alacsonyít. Emlékeztessen a magyarok áldozata legalább szégyenünkre és tehetetlenségünkre. Itt talán kevésbé hajlunk saját nemzetünk és kizárólag a miénk történelmi bűneit emlegetni. Jobban szem előtt tartjuk megmaradását és szabadságát, halkabban követeljük az igazságosságot, amelyre képes. Nem lesz szükség arra, hogy utánozzanak bennünket, akik elfáradtunk a végtelen és terméketlen harcban a szavak értelméért, a ködösítések ellen. Keresni fogják, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt. Talán elkerülhetik a nehezen elviselhető magányt. Így talán megújíthatják ezt az országot, amelyet úgy szeretek, mint a szabadságot magát, és amely balsorsa, gyengeségei, hibái ellenére megérdemli hűségünket minden esetben, mindenütt és mindig emlékezzenek arra, amit most megéltünk. Maradjanak hűek a szabadsághoz, a joghoz és kötelességhez. Soha, de soha ne fogadják el, hogy bármilyen nagy ember, bármilyen erős párt gondoskodjék önök helyett, és előírja, hogyan viselkedjenek. Feledjék el mestereiket, hiszen ma már tudják, hogy hazudt, és azokat is, akiknek nem sikerült meggyőzni önöket. Felejtjék el a mestereket, a lejárt szavatosságú világnézeteket, a haldokló eszméket, a kopott jelszavakat, amelyeket még mindig táplálékul kínálnak. Ne engedjenek se a jobb, se a baloldal zsarolásának, és végül ne fogadjanak el más leckét, mint a szabadságért eleső budapesti fiatalokét. Ők nem csaptak be senkit, amikor önöknek kiáltották, hogy a szabad szellem, a szabad munka, a szabad nemzet egy szabad Európában az egyetlen érték ezen a földön és ebben a történelemben, amiért érdemes harcolni és meghalni. Egy pillanatra hadd térjek vissza 56 -ra. És Franciaország, nem vagyok egészen semleges a dologban. Nem csak állampolgár vagyok Franciaországnak, hanem a családomnak az egyik fele is Franciaországban francia, francia él. Annyit akarok mondani, hogy 1956-ban, mint tudják, 200 ezer magyar menekült Nyugat-Európába. Minden ország kiválasztotta magáét. Angliába főleg az értelmiségéket, egyetemistákat és a bányászokat keresték, akkor még volt bányaipar, Amerikában a mérnököket, minden országnak meg volt a maga specialitása. Egy ország volt, amelyik azt mondta, hogy mindenkit, akit a szabadság, aki a szabadságért harcolt, legyen öreg vagy fiatal, tanult vagy tanulatlan, egészséges vagy beteg, befogadunk. Ez Guy Mollé volt, Franciaország szociáldemokrata miniszterelnök. Soha nem fogom elfelejteni. De Franciaországban nem volt egyértelmű helyzet. 1953-tól két folyamat indult meg. Az egyik a hajdani gyarmatok felszabadulása Indokína, Tunézia és Marokkó. És ezzel együtt a francia értelmiség felszabadulása a kommunizmus, illetve a stalinizmus zsarnoksága alól. A francia kommunista párt legjelentősebb volt Nyugat-Európában, általában 27-28 százalékot kaptak a választásokon, nagyon nehéz volt nélkülük kormányt alakítani, de 1946 után soha nem kerültek kormányra. És a politikai befolyásoknál is elősebb volt az értelmiségi befolyásuk, hogy csak néhány nevet mondjak, Picasso, Joliot Curie, Paul Eluard, Louis Aragon, akik pártankönyv nélkül is a francia értelmiség boltozatán voltak, de, de volt pártkönyvük. Aztán lassan elindult egy, egy folyamat, kezdődött 1953-ban az orvosperrel, utána a berlini felkeléssel, lengyel magyar eseményekkel 56-ban, azután prágai tavasz elnyomása, és végül Afganisztán rövidre fogom, ma a francia kommunista párt 4-5 on van, még elnökjelöltet se tudnak állítani. Az olasz kommunista párt, amelyik sokkal jobban megértette a leckét, jelenleg Olaszországot kormányozza. A hajdani kommunista párt, most már demokrata pártnak hívják őket is, valóban demokraták, Olaszországot kormányozzák. Tehát ebben, ebben a helyzetben jön el 56 ősze, és akkor történik egy számomra máig is abszurd esemény, a tömeg, nem egészen tudni pontosan, hogy kinek a felhívására, megrohanja az Humanité, a francia kommunista párt székhállát, és felgyújtja. Magyarországon egyetlen szerkesztőséget egyújtottak gyújtottak föl, Franciaországban igen. Magyarul voltak olyan körök, akinek az volt az érdekük, hogy a magyar forradalmat a hidegháború szolgálatába állítsák, és ezzel ellen ez ellen lépett föl Camus, megint csak szártal, Remoáronnal is sok, sok mással. Néhány szót arról, hogy mi történt az értelmiségi világban. Itt van egy könyv, talán van, aki ismeri, az a cím, hogy Gloria Victis ezt a nemzetől adta ki, rendkívül vastag, és több mint száz különböző írónak és költőnek a szövegét közli, 1956-ról. Magunk között vagyok, tehát őszinte leszek, a legtöbb második, harmadik, időnként negyedik osztályú író. A, hogy mi mondjam, a hang őszinte, senki sem bélelte fel őket, lelkesedésből írták, de hát a, a költészet és a, a, az eszli is egy olyan műfaj, amit, amit meg kell tanulni, és aztán kell gyakorolni. Ezek közül nem mindenki járt ilyen iskolában, de ott található néhány kornak a legfontosabb értelmiségi írói közé tartozók, hogy két lengyelt említsek, a későbbi Nobel-díjas Czesław Milos és Zbigniew Herbert, mind a ketten írtak 56-ról, az olasz Alberto Mondadori, aki aztán az egyik legismertebb és legerősebb kiadóvá vált, és a spanyol köztársaság egyik jeles híve, Salvador de Madariaga. Franciaországban volt a legtöbb első osztályú értelmiségi, aki kiállt 56 mellett, Jean Cocteau, Pierre Emmanuel, Jules Siperviel, Robert Sabatier, Alain Busquet, és erről még szó lesz, egy Párizsban élő francia líró algériai költő, Katebiasin. Camus volt közöttük a legaktívabb, neki nyolc írása maradt ezekből az évekből, és hát csak néhány szóval, de megemlíteném a TAM Modernnek, Jean Paul Sartre folyóiratának a magyar különszámát, amit lényegében Fejtő Ferenc szerkesztett, de Sartre nem csak a nevét adta, hanem egy hosszú tanulmányt is írt. A tanulmánynak az érdem, az elénye az, hogy egyértelműen, egyértelműen kiállt a magyar forradalom mellett, és a szovjet beavatkozás és kádárék ellen a, hogy mondjam, a hibája vagy a hiányossága az, hogy mindezt egy olyan marxista labulisztikával teszi, amit mondjam, nagyon nehéz megemészteni, és hát utána ő, ő különböző, különböző tett le, és csak az élete legvégén tért vissza az eredeti eszméhez, amikor a vietnámi menekültek mellett állt ki. De hát említettem, Kámi volt ebben a leginkább elkötelezett, most arra kérem Gézát, hogy olvassa fel a többi cikket, és utána majd még beszélünk arról, hogy egész pontosan miért és hogyan írta ezeket. 1957. március 14-e levél Barnak is Kedves Barnak is Kevés levél szól annyira szívemhez, mint az öné. Tehetetlenül és szégyennel osztozom az ön hazájának balsorsában. Amikor ön éppen elvesztette hazáját, én, aki csak szabadon és csak a szabadságért élek, fedezéken mögül új, haldokló testvérekre leltem. Meghatott, hogy ez a hirtelen testvérré váló Magyarország fiatalsága megértette, amit oly hosszú ideje állítok. Szégyelleném, ha önnek a hátrahagyatott gyászoló száműzöttnek egy író gondjáról, bajáról beszélnék. De igaz, hogy mérhetetlenül hatalmas és változatos világunkban minden csúvosan torznak tűnik. Ahol a bőkezűség és a szabadság lélegzik, könyveim szükkeblőek és nevetségesek. Magáról és társairól írt sorai bátorságot adnak, de zavarba hoznak. Ön a száműzött siet segítségünkre. Hogyan mondjak én köszönetet? Nem szeretném, ha a nyugatot másnak látná, mint amilyen. Hibáival, önzésével, hóbortos eszméivel itt található a világ kovásza, és minden, ami nagyját tette és teszi az embert. De a szívünkkel baj van. Holnap egy Magyarországért összehívott gyűlésen beszélek az ön sorai talán segítenek meglelni az alkalomhoz illő szavakat. De a szavak nem számítanak. Mi más tehetnék, mint hogy azt kívánjam? Adják vissza önnek szabad hazáját, hogy amint most a szerencsétlenségben ismerkedtünk meg, egy napon szabadon találjunk egymásra üzenet a száműzött magyar íróknak 1957. március. Egyszerűen szolidaritásomat szeretném kifejezni, amely egy éve összefűzi a nyugaton szabadon élő értelmiséget Magyarország sorsával. Bármi fájdalmas legyen is, hogy magukra hagytuk a harcoló magyarokat is, az életben maradtakat, az Európában kialakult együttműködés valamilyen módon értelmet ad ennek a reménytelen küzdelemnek. A totalitárius rendszerek leghűbb szövetségese a felejtés. Jelszavunk ezért egyértelmű: Álhatatosság és emlékezet. Csak az ilyen konokság teheti jóvá egy napon, ami. Magyarországgal történt. A magyaroknak nincs szükségük síránkozásainkra. Arra van szükségük, hogy hangjuk mindenhova elérjen, és hogy ismerjék és tiszteljék az elnyomó hazugságoknak véget vető harcukat. Nem róhatjuk le adósságunkat az októberi felkelők iránt mindaddig, amíg a magyar nép el nem nyeri szabadságát. Ez a hűség eskü Egyesítsen bennünket itt ma este. 1957. március 15-e, amikor Kádár megijedt. Marosán magyar államminiszter, akinek a neve úgy hangzik, mint egy program, franciaul vértócsát jelent, kijelentette, hogy Magyarországon nincs többé ellenforradalom. Hogy is lehetne ellenforradalom, hiszen magához ragadta a hatalmat. Magyarországon csak forradalom lehet. Mert valóban ellenforradalmi állam. Hogyan is hívhatnánk másnak ezt a rendszert, amely az apát fia feljelentésére kényszeríti, a fiút, hogy apjára a legsúlyosabb ítélet kiszabását kérje, az asszonyt, hogy a férje ellen valljon, amely a besúgást Erkölcsi magaslatra emelte. Idegen tankok, rendőrség, húsz éves lányok akasztófán, a munkástanácsok elhallgattatva, lefejezve, ismét az akasztófa, bebörtönzött és deportált írók, hazugsajtó, táborok, cenzúra, bebörtönzött bírók, törvényhozó bűnözők, még egyszer és örökké az akasztófák. Ez lenne a szocializmus a szabadság és igazság nagy ünnepe? Nem. Ismertük és ismerjük mindezt. A totalitárius vallás véres és monoton szertartásait. A magyar szocializmus ma börtönben vagy száműzetésben van. Az állam palotáiban talpik fegyverben bolyong az abszolutizmus középszere megriadva a szabadságtól, örjöngve az igazságtól. A bizonyíték a mai nap, március 15-e, minden magyar számára az igazság és az egyéni szabadság napja. Kádárnak a félelem hosszú napja volt ez. Most már elég szöveget hallottunk, amitől egy kicsit a szöveg közepéhez közeledjünk. Az első a felháborodás. Minden során átüt, hogy itt egy őszintén felháborodott, nagyon dühös ember beszél, teljesen spontánul, és minden is-is nélkül. Nem, nem próbálja azt mondani, hogy az egyik oldalnak így, és a másik oldalnak úgy. Számára egy oldal van a, a szabadság oldala, és ezzel szemben a, a zsarnokság. Majdnem, majdnem 19. századi, íze van annak, ami, amit mond, de 1956-ban, 57-ben ugyanolyan időszerű volt. A második a, a szégyen és a bűntudaté. Ha valakinek nem lett volna oka arra, hogy bűntudatot érezzen, az éppen kámi volt, hiszen az elmúlt években is kiállt a gyalmatosítás gyarmatos, ellen, Algéria függetlenség, ami akkor egyáltalán nem volt népszerű téma, és részt vett a közlel által kezdeményezett kongresszus a kultúra szabadságáért megalapításában. Tehát neki inkább némi büszkeségre lett volna, de mások helyett, mások helyett érzett bűntudatot. Ugyanakkor elég nyilvánvaló volt, hogy Noha nagyon keményen elítéli a szalinizmus és mindazt, ami a Szovjetunióban és a Szovjetunió által megszállt országokban történik, nem antikommunista, a szónak amerikai, ha úgy tetszik, makkártista értelmében nem a szocializmussal van baja, hanem a létező szocializmussal. Ugyanakkor, továbbra is küzd rendszeresen Algéria függetlenségéért. De ez, ez megint csak nem egyszerű. Miről van szó? Algériában akkor 9 millió arab, illetve élt, és 1 millió francia. Algériának többször utoljára, a II. világháború alatt megígérték a függetlenséget. Életének majdnem az utolsó épületében jó viszonyba keveredte Ahmed Bembellával, az Algériai Köztársaság első elnökével, aki a francia uralmat 5 évig ült börtönben, és utána, miután leváltották az Algériai elnökségről további 20 évig. Ő, ő, ő mesélt, amikor megismerkedtünk, mondták, hogy én vagyok a magyar követ, akkor azzal kezdte, hogy felsorolt az alemcsapat népsorát, meg mindenkivel tudta, hogy milyen posztot foglalt el. És utána a következő történet mondta el, 1956. októberében ők börtönben voltak, a, francia hadsereg elrabolt egy repülőgépet a földközi tenger felett, Franciaország a kényszerleszállásra került sor, és, és az egész társaságot, a függetlenségi mozgalom öt legfontosabb vezetőjét börtönbe zárták, és ők 1956. októberében arra készültek, hogy egy állásfoglalást adnak ki Magyarország, éle Magyarország érdekében. De kiderült, hogy ezt a szöveget is csak akkor adhatják ki, ha előzetesen a francia rendőrségi cenzúrán átment. Úgyhogy a végén elálltak tőle, de a, a harmadik világ akkor elég egyértelműen Indiától, Indonéziától és, és Észak-Afrikáig, Magyarország mellett, Magyarország mellett állt. Más kérdés, hogy a következő évtizedekben szívesen fogadták a Magyarországra érkező értelmiségit, mérnököket, orvosokat, de ennek nem, nem a kdl volt köze. Annyiban volt csak köze, hogy ezek a kdl támogatásával érkeztek, és a fizetésük nagy részét devizában visszautalták Magyarországra. Nos, hogy jellemezem Camus álláspontját, amikor megkapta a Nobel-díjat, Stockholmban rendeztetnek egy találkozót fiatalokkal. És a fiatalok között volt egy algériai, egy Stockholmban tanuló algériai diák, aki megkérdezte, hogy, hogy mi a véleménye, és hogy mikor lesznek az algériek szabadok. És akkor azt mondta, hogy ha a szabadság és anyám között kell választani, akkor én anyámat választom mindenki azt hívta, hogy ez egy szimbolikus mondat, és Camus ott hagyta a szabadság ügyét, sokkal egyszerűbb volt a helyzet. Édesanyja, a takavítónő Algírban élt, és minden reggel fölült a buszra. Camus attól félt, hogy a felszabadító harcosok felrobbantják a, a buszt, mert megtették. Tehát azzal együtt, hogy ő egyértelműen a függetlenség híve volt, arra hívta fel a figyelmet, hogy ott egymillió francia állampolgár él, akik korán sem mind fölbirtakosok vagy katonatisztek, hanem, hanem olyan szegény emberek, mint az ő édesanyja, és az én ö, feleségemnek a szülei voltak. Ö, a dolog, amint tudják, rosszul végződött, az egymillió, Franciából egymillió távozott a függetlenség kikiáltásakor, de ez nem, nem csak az algériai harcosok bűne volt. Na, ebben a helyzetben, amikor egyrészt a egyszerre kellett küzdenie a francia gyalmatosítók ellen, és ugyanakkor elmondani a harmadik világnak, hogy az, hogy az európaiakkal nem lehet olyan egyszerűen végezni egy helyen, ahol már ők is több mint egy évszázada éltek. Nos, ilyen körülmények között állt ki Magyarország, és nem csak 1956-ban. Ez talán a legfontosabb, e, amikor a Nagy Imre per folyt, még a kivégzés előtt Párizsban Kende Péter és Mérai Tibor megjelentettek egy könyvet, aminek az a cím, hogy az igazság a Nagy Imre ügyben, és ebben főleg a Kádárféle fehér könyvre, és az akkor már készülő vádiratra válaszoltak. Ehhez a könyvhöz Albert Camus írt előszót. Most megkérem Gézát, hogy olvassa fel. Előszó az Igazság a Nagy Imre ügyről című könyvhöz 1958. Ez a könyv bizonyítja, hogy Magyarországon Nagy Imre ügyében visszaélés, a nemzetközi jog, a diplomaták és parlamenterek mentelmi jogának semmi bevétele, túszejtés és gyilkosság történik. És történt. Csak a lopás hiányzik a történetből, amit sajnál. Ebben a társaságban a tolvaj, üde, hambas színfolt lehetne. Dehogy? Ezek a gyilkosok nem szeszéből, indulatból ölnek, hanem kényszerből. Történelmi szükségszerűségből természetesen. Hadd gondolkozzék el, Tito például, hogyan rúgták le a buszról, a követségről távozó nagyimrét, kísérő jugoszláv diplomatákat? Vagy lehet integetni Maunak. tetszik tudni a százvirágos Maónak. Jut eszembe. Virággal kérlelte az akasztást, és meg is kapta. Tehát nagy imrét és társait szükségszerűen, és villámgyorsan elítélték talán Oroszországban, talán Magyarországon, talán pekingben, hiszen a haladás megállíthatatlan, ki sem oldozták a kötelet, végeztek velük. Azután lefektették őket a történelem irányába, és rájuk terítették a fedelet, akarom mondani, öt szép kötetet, hogy elfedjék a történelmi okok értelmében nyomorúságos sírjukat. Az ártatlanság e kézikönyvét fehér könyvnek hívják, fehér, mint a farkas, azaz vádirat de az egyszerűség kedvéért a kivégzés után hangzott el, az ügyész biztosra ment. Kívánsága teljesül, még mielőtt elkezdené, kitekerik az áldozat nyakát. Minden esetre a helyzet olyan, hogy a vádlottak nem védekezhettek, pontosabban szabadon választhatták ügyvédjüket az igazságügyi minisztérium listájáról. A hóhért oda rendelték, mielőtt az ítéletet kihirdették volna. A védőbeszédre csak most, a kivégzés után kerülhet sor. Miért elmennek? Kérdezhetnék. Valóban. Miért is? Az ügy világos. Kizárt a tévedés. Nagyot meggyilkolták, és nem elítélték. Mindenki tudja, a bírák is, egyszerűbb lenne eltemetni az egészet. Egyébként is ez semmit sem változtat az erőviszonyokon is a helyzeten. Példának okáért 1956. októberében az egész világ felzúdult. Azóta a világ láthatóan megnyugodott. Októberben az ENSZ feldühödött. Több goromba utasítást adott a Kádár kormánynak. Az említett kormány az utasításokat visszadobta a pofájukba. Rendben, mondta az ENSZ. Azóta a kormány küldötte New Yorkban ül, és rendszeresen védelmébe veszi a nyugat által elnyomott népeket. Az ENSZ törvénye csak azokat kötelezi, akik tiszteletben tartják. A többieknek fakultatív. Mi értelme bizonygatni a nyilvánvalót? azok, akik nem vonták le a végső következtetéseket az októberi eseményekből, egy napon talán saját népük mártír sorsából tanulnak. Olvasni tudnak, ez elég ahhoz, hogy ne higgyenek a budapesti vádiratnak. Nem érdemes végiglapozni a szöveget, hogy megcáfoljuk a nyilvánvaló őrültségeket. Amikor azt olvassuk, hogy nagy, visszaélt, törvényes helyzetével, ráébredünk, hogy Zsári, az übük király szerzője, jobban írta volna meg ezt a kegyetlen és mocskos történetet, a felháborodásnak az undor véget, az ízléstelen komédia, a megbecsülésre áhítozó középszerű gyilkosok, az óriási hazugság, amelyet szándékunk ellenére azzal is szolgálunk, ha cáfoljuk és küzdünk ellene ez a szörnyeteg rendszer, amely nevetségesé tette a szocializmust és elvetette a humanizmus becsületét, amelyet egyszer és mindenkorra elutasít mint a túlságosan vér ízű mártást. Nem lehet hosszú évekig állandóan hazudni. Természetesen senki sem hiszi el. De az ember gyorsan felejtő lény. Egy ember valahol a világban egyszer fásulta megszólal. Miért is ne? Ekkor az akasztottakat másodszor is kivégzik. És a rendszeré vált hazugság lépésről lépésre a fáradtság és felejtés következtében elfogadott igazsággá válik, meggyőződésé, hogy a szabadság csak az akasztófák tövében virágoztak hogy nincs más egyenlőség csak a szolgáké, és hogy legjobb, ha az ügyészek határozzák meg, mi a jó szocializmus. El kell ismerni, hogy a miért is zavartassák magukat, ez kétélű érv. Ha a gyáva vagy önelégült világ hagyta, hogy a gyilkosok nyugodtan cselekedjenek, akkor meg kell tenni, amit lehet, hogy legközelebb valamivel kevésbé érezzék nyugodnak magukat. A magyar börtönökben még sokan a végső órára várnak, és megkísérelhetjük kiragadni őket a hóhér kezéből. Állítsuk az útállatot, amelyet mindannyian érzünk a konokság szolgálatába. A magyar tragédia idején egyfajta tehetetlenség vett erőt rajtunk, és mindmáig ezt érezzük. De a tehetetlenség nem minden a kézhelyzet visszautasítása, a szív és a lélek ébersége, a hazugsággal szembeszegülő elhatározás, hogy ne hagyjuk magára az ártatlant, akkor sem, ha már megfojtották, egy cselekvési terv szabályait alkothatja. Bizonyára elégtelen Ám megkerülhetetlen, amely más szükséggel együtt választ adhat a becstelenségre, a történelmének nevezett szükségszerűségre, alkalmasint semlegesítheti, hosszú távon megsemmisítheti, és így viheti észrevétlenül győzelemre az emberiség igazi történetének ügyét. Köszönöm. Kekevi a gődön, beszélek, és akkor Jó, jó Említettem, hogy az egész 56-57-es történetre, és hát sok minden másra is az algériai harc, az algériai függetlenségi háború vetett árnyékot, és ennek ellenére volt egy algériai költő, elkötelezett, mint Camus, Camus barátja, Kate aki verset írt a Magyar 56-ról. Azt hiszem, hogy a mai délutánnak méltó befejezése, hogyha Camus kívül még Kate is szót adunk. Katebyasin. Mindenkinek van hazája. Volt egy kicsi ország, egy kis nép, és általa nyúlt fel Prométeusz, magasabbra, mint az ég és villámai. Volt egy legyőzött, megtiport kicsiny ország, lelkéig vesztes, és nem maradt más veszteni valója, csak az utolsó csepp vére. És folyik a vér, igen, a kicsinyek vére folyik, és a pöffeszkedő és felcicomázott nagy bürokraták nehézkesen tologatják kis ólom katonáikat, míg csizmájukat vér óceán festi. El nem érhetvén sápat homlokukat. Szégyen rátok! Acélhadászok, kiket morajló áradás marcangol is üldöz saját lemészárlásotokba, vérfolyik Algériában, és vérfolyik Port Saidban, és vérfolyik Budapesten, tegnap Indokínában folyt meg Koreában. Washingtonban is folyni kellene és Moszkvában, hogy nagy hadászaink is összeessenek a legyilkolt népek súlya alatt.